Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Nemzeti Kincseink című műsorában. Mai napi vendégünk Vén Árpád, akit szeretettel üdvözlöm a stúdiómban. Vén Árpád egy székely ember, Kézdivásárhely mellett levő Torja településről látogatott meg minket, de azt hiszem most már egy jó pár éve Magyarország, a Csonka Magyarország területén él, ugye? Nem. Csak így látogatóba jár a Magyarországon. Igen. Mi a Vitézi bálon ismerkedtünk meg, és ott volt szerencsém betekintést kapni jó néhány versébe, és hát ugye ez volt az oka, amiatt meghívtuk a stúdióban. Nagyon szívhez szóló verseket írt, nem csak most a vitézek számára, ami ott azért, amit ott elmesélt a vitézeknek, hanem hát az életével kapcsolatban sok minden dolgot megversesített. Legyen kedves elmondani, hogy valamit az életéről, hogy ismerjük meg, hogy a születésétől mivel foglalkozott, hogy került a versíráshoz, hát mit írt át. Szépen, tisztelettel én 1942. április 19-én születtem Élodonyba, Nagyvárad mellett, az Él mellékén. Apám nagyon fiatalán, 47 éves korában meghalt, és akkor ugye maradtunk egy állástalan asszonynak a nyakára. 7 gyerek. És akkor így a 2 nagynéném, akik Torján éltek, örökbe fogadtak. Úgyhogy nekem jó, elég gazdag gyerekkorom volt, mert nagyanyám méltóságos tekintetes asszony volt. Az egyik nevelőanyám, az Ilus mama, ő tanárnő volt, és Mici mama a néptanársal főtisztviselőnő volt. Úgyhogy én egy anya helyett 2 anyára találtam, az Isten még a Földet is nyugtassa meg mellettük, mert rendkívül 2 asszony volt. Úgyhogy én 7 éves koromban... Mamájával azért megmaradt továbbra is jó. Megmaradt, a kapcsolatunk megmaradt, de csak így levél által, mert 7 éves voltam, és egy pár hónapos, 7 és fél éves mondjuk így, mikor eljöttem Élodonyból, és 37 éves voltam, amikor először hazamentem a szülőkoromba. Úgyhogy, hogy őszinte legyek, nem éreztem az anyámnak a hiányát, mert ez a 2 nagynéném mindent megtettek értem. És sokat küzdelődtem azzal, hogy nem értettem, hogy mit beszélnek az emberek. Ugye az Alföldön egészen, Várad környékén egész másképpen beszélnek, mint ott. Azt tudom, hogy mondta a cselédlány, ugye mentem korcsolyázni. Azt mondja, hová megyen úr, hogy megyen glicsúzni? Úristen, mondta, gondoltam, hogy korcsolyázás jelenthet, mert ugye a korcsolya a lábamon volt. Azt mondja nekem, hogy na ne buszoljon úrfi, mire hazajön, rittyentek egy jó pityókatokat. Úristen, mit mond ez az asszony nekem? Hát ugye a rittyentek, gondolom, önök nem is használják, hogy ezt a kifejezést, mikor hamarjába valamit készít. És ugye az a krumpli paprikás volt, ugye. De nem értettem, hogy az osztálytársaim is, meg a gyerekek, ugye, hogy... De gyorsan belejött, gondolom. De 5-6-szor újra kellett kérdezni, ugye, nem értettem. De hát aztán belejöttem úgy annyira, hogy most én jó magam is elég jó székesen beszélek, úgyhogy... Igen, így. Szóval az első versemet 1956-ban írtam apámnak a Halottak napjára. Van is egy ilyen című versem, hogy Halottak napjára, és... Na, az volt az első vers, amit írtam, és meg ugye az iskolában nagyon sok verset írtam a Nagy Juliánának, ugye ilyen kezdő szerelmek ugye voltak abban az időben. Na hát ugye, na, és most pedig oda-haza, már elnézést kérek, meg kell az orramat töröljem. Most pedig minden falunnap alkalmából, vagy bármilyen ünnepség, vagy bármilyen rendezvény van a falunkban, általában verset szoktam írni. És ugye nekem a lányom sajnálatos módon tragikum közt halt meg, ugye a bőm meg, na mindegy. És ennek a dátumnak a 10. évfordulójára szeretném a nagy verses kötetemet megjelentetni, mert gondolom, hogy a
Jó Isten tudva adja a lányomnak, hogy eleget tettem utó kívánságának, mert ugye tragikum előtt szó volt róla, hogy egy verses kötetet megjelentetett csak. Feszültön eddig betegség, temetés, azok jöttek minden közben, úgyhogy... Hány verset írt összesen az életében? Hát egy olyan 1200-3-at. Igen, és legtöbbször ugye úgy írom a verseimet, hogy valaki azt mondja, hogy Árpikám, ez vagy, az történt, foglalod verbe, és aztán így verbe foglalom, és ugye igyekszem azon, hogy megőrizzem az eredetieket. Hát ugye most modern világban le lehet fénymásolni, annyi példányban mennyi akarja az ember, úgyhogy így születnek. Nekem sajnos pehem volt, mert én azt a tegnapi versét ezen a bálon, igen, amit a Székelyednek az üzenete a magyar vitézeknek szólt, igen, azt én sajnos nem hallottam, mert éppen valaki kihívott a folyosóra és beszélgettem valakivel, de viszont nem is olvastam a verset. De olvastam a verset, mert ugye arról volt szó, hogy esetleg nem fogja tudni elmondani, és akkor szétosztotta nekünk, mert először arról volt szó, hogy addig nem osztja szét a versét, amíg nem mondja. Igen, igen. Ezt a verset tudja fejből? Hát ezt a verset, amit a vitézeknek írtam, ugye azt nem tudom fejből, de viszont ehhez hasonló az üzenet, hogy maga a Székely nemzet mit üzen a magyar testvérek, meg azt tudom. Akkor legyen kedves, ezt nekünk kell mondani. Hát akkor így hangzik, hogy az is a címe a versnek, hogy üzenet. Azt üzeni Háromszék vármegye összlakója a népe, hogy minden magyar testvérnek legyen boldog a további élte, ha két nemzet egyet élt, úgy leszünk igazán testvérek, ahol minden ember csupa szív és lélek. Üzeni a községünknek az öt kimagasztó tornya, hogy a Székelyföld közepén van a legszebb hágy tornya, ahol nyitva van minden embernek a szerető szíve, gyertek ide mind, ennek legyetek kis híve. Üzeni a községünknek minden egyes, üzeni a torja járdőknek minden egyes fája, hogy árnyékuk a vendégeket ide megpihenni várja. Üzeni a kis patakok csörgölező aranytiszta vize, hogy a Székelyföldön páratlan a természetnek színe. Üzenünk a fejlődés, hogy esöntözze a magyar földet, mert ezen a vidéken szeretik legjobban a piros-fehér zöldet úgy, mint nálunk a Székelyföld igazi hazája, ahol a becsületességnek nincsen kiszabva a határa. Üzenne a réteken kinyílt világok százai ezrei, hogy torja népe a vendégeket szívéből szereti, várom minden percen, hogy látogatóink legyetek, hogy a Székelyföldön testvéri tanúságot tegyetek. Mi a vidékünkre mindenkit szeretettel várunk, gyertek magyar testvérek, nézzetek szét nálunk, ha egyszer eljöztök, nem kell több meghívás, megváltjátok a Székelyföld, nagyon szép és csodás. Na hát, ez az üzenet, ez című vers. És akkor... Ez a vers az szinte egy hitvallás, és hogyha most én ezt a verset hallgattam, igen, akkor akarva akaratlan Gyurcsán Ferenc jut eszembe, aki megtagadta, igen, az egyik népet a másiktól, igen, igen, és egy kampányt vezetett az abba az irányba, hogy az egyik magyar megtagadja a másik magyart. Hát én nem is tudom, hogy az Istennek hogy kéne büntetni az ilyen embereket. Hát kérem, tiszteletem, mi azt tudtuk, szóval akinek van egy, mondjam, székesen egy kis sütnivalója van, ugye, azt mi tudtuk, hogy ez nem a magyar népnek az akarata, hanem egy pár embernek, ugye. Persze, nem, azok nem is magyarok, akik ezt sugallták. Hát ugye volt olyan eset állítólag, hogy Székelyudvarhelyen, amikor ugye megtörtént ez a nemmel való szavazás, hogy Székelyudvarhelyen azt mondták, hogy magyar vendégeket nem fogadnak. Igen, hallottam erről, de hát ez is ugyanolyan hibás döntés. Hát mint persze, pontosan, mint itt az önöknek a döntése. De hát ez csak egy napig, két napig volt, aztán mindenki rájött, ugye, hogy ez tulajdonképpen nem a nép akarata volt, hanem... Hát bizony, hogy nem. Igen, igen. Nem beszélve arról, hogy annak idején a tudomásom szerint 800 ezer szavazatot elcsaltak. Ah, igen, igen. Úgyhogy bőven megvolt az a igen szavazat, csak hát még ebbe is csaltak. Hát miben nem csaltak ez a utolsó 20 év hát kormánya, abban nem csalt, csak ember nem tud. Hát ugye én annak idejében nagyon sok helyen voltam, szavaltam verseket, mert volt egy ilyen versem, aminek az volt címe, hogy Még kér a nép. Ez az Én még kér a nép című versem volt. Abból egy verszakaszt eszembe jött, mondom. De nyugodtan elővette a legépelt verseket is, és de abból tessék várni. De ebből csak egy verszakaszt mondok, ami így hangzik. Még mindig csak kér, de ne könnyen adományt adjatok. Valami konkrét dolgot tegyetek, amit a történelembe hagyjatok.
A legszebb dolog, amit tehettek az ország szent érdekében, mondjon le az MSZP kis ország háború vezetését. Ez volt a, ez a, hogy így mondjam, és azt Bonyhádon meg, na, Várpalotán, szóval több helyen, Veszprémben, Székesfehérvár volt, aki ugye ilyen kormány ellenes tüntetések, az, az alkalma. Alkalmat adott arra, hogy elmondjam. Például a Bonyhádon, a Vasalbér szobránál mondtam el ezt a Még kér a nép című verset. És akkor még van egy olyan vers is, ami, aminek az a címe, hogy Vigyázzatok. Ugye ez minden választásra alkalmas. Abból is mondok egy verszakaszt csak. A nép türelmes, de csak egy bizonyos ideig. Vigyázzatok, mert a pohár nagyon hamar megtelik, és a kifolyt vízben, nehogy elázzatok, ezért lévendő urak, nagyon vigyázzatok. Szóval ez ugye fel van hozva a figyelme, hogy mire kell vigyázni. Mert pedig a pohár most már nagyon a szintet nagyon, kezdi elérni. Nagyon, nagyon kezdi elérni. Hát ugye nem csak itt, nálunk is. Persze. Nálunk is ugye, mert nálunk elég szomorú, de való. Nálunk azért jó, hogy magyarok vagyunk Romániában, hogy minden rossz indulatú cselekedet, azt a magyarok csinálják, ugye. Tehát, hogyha valami nem úgy sikerül az országban, ahogy kéne, azt ráfogjuk a magyarokra. Hát akkor, igen, ez a roman propaganda. Ugye, hát igen, akkor ugye ki van az embereknek a szemét kiszúrják azzal, hogy hát a magyarok a hibásak, mert hát így, mert hát úgy. Szóval, tetszett, van egy ilyen is, sajnos. Na hát akkor, ha szabad annyit mondjak, most már ma hallottam, hogy lesz a családoknak a napja e héten, Budaörsön, és nekem van egy ilyen versem, aminek az a címe, hogy köszönöm, ahol a házaspár ugye megköszöni egymásnak az eddig együttében, szóval gyerekek, unokáklus. Ha engedélyt kapok, rá elmondjuk. Tessék, az a címe a versnek, hogy köszönöm, és így hangzik. Az ember életében mindig vannak boldog pillanatok, mikor egy bizonyos dologról örömhírt adhatok. Valakivel tudatni kell, amit ő iránta érzel, megsimogatni piros arcát, megköszönő kézzel. Mindig szerettem volna megköszönni, amit én értem tettél, hogy engem, mint házastársadat védelmetbe vettél. Sokszor álltál mellettem nehéz idők között, amit most utólagosan neked megköszönök. Köszönöm a Jóistennek, hogy téged nekem adott, és azt, hogy egy ilyen kitűnő élettársat kapott, teljesével szívemnek, lelkemnek a vágya, hogy együtt létünket a Jóisten megáldja. Az eltelt idő alatt sokszor fogtuk egymásnak kezit, és kerestük együtt, amit az életben elveszít, az elmúlt boldogságot, ami már csak volt öröm, de mindezt utólagosan neked megköszönöm. Szívednek melegét nem csak én, a gyerekek, az unokák is érzik, mitől lehet egy lélek, ijúságos százszor is megkérdik, megtündél, tanított meg arra, hogy mit jelent az öröm, mindezt utólagosan neked megköszönöm. Ha tudnám, melyik a csillagot lehoznám, te érted, mert most is te vagy ki a családod minden tagját férted, és az utánunk való gondviselésed mi nekünk öröm, mindezt utólagosan neked megköszönöm. Az idő elrepült, tavaszát, öregek lettünk, a családunk minden tagjáért sok mindennek tettünk, és ha láttuk őket boldogoknak nekünk, ez volt az öröm, mindezt utólagosan neked megköszönöm. Ha majd az idő eljön, és elszakít majd a sorsunk, elmondhatom, hogy egymáshoz mindig hülyek voltunk. Volt az életünkben vidámság, bánat is meg öröm, mindezt utólagosan neked megköszönöm. Szerettük egymást, és még most is szívünknek hűsége legyen gyermekeink, unokáink útmutató képe. Boldogság és szerencse legyen értükben, mert ez nekünk öröm, mindezt utólagosan neked megköszönöm. Na hát ez volt a köszönöm című vers. És akkor most ezelőtt egy jó pár évvel voltam kint Szabadkán, ott megkért egy... Bocsánat, hány évig élt a felesége, vagy még fél a felesége? Hogyne, él a feleségem. Az első felesége... Gondolom neki szóló vers volt, nem? Hát igen, az első feleségem, mert nem éltünk csak 3 évet együtt, hát ugye nem talált a lépés. Igen. Na. Nem mondom, hogy miért. Ilyen, ilyen előfordul az életben. Elválasztunk. Én, hogy így mondjam, én nem hibáztatom őt se, magamot se, nem talált a lépéseket. Külön mentünk, aztán rá egy pár évre újra nősültem, és
született a fiam Árpád Levente, született ez a Mária Magdolna nevű lányom. Csak ugye ő tragikum közt halt meg szegény, sokkal. Na, így születtek a versek egymás után. És aztán... Hány unokája van most? Mondjuk? Most kettő van. Uh-huh. Van két gyönyörű kislány unokám. Az egyiket Noéminek hívják, a másikat Beatrixnak. Uh-huh. Bettike. Azt mondja nekem, tata, már 6 éves vagyok, hogy nem tanultad meg a nevemet. Én nem mancika vagyok, mert ugye az ember szeretettségében azt se tudja, hogy hogy beszéljük. Azt mondja, tata, hogy nem mancika vagyok, én Bettike vagyok. Uh-huh. Mondom, te, amíg én élek, igen, mancika leszel. Mancika leszel. Köszönjük. Nagyon édes kell, mind a kettő. A nagyobbik már ugye 11 éves, első tanuló az egész iskolában. Hál' Istennek szeret iskolába járni. Mert azt mondtam múltkor, tatát, minek adják azt a hosszú vakációt, én alig várom, hogy iskolába mehess. Úgyhogy nagyon szeret iskolába járni. Na, hát így van, tisztelt doktor. Ezt a Huszárok, vagyis a Vitézetnek című verset, az olvasni nekünk itt föl. Inkább elmondanám a Fogd meg kezét, Uram című verset. Tessék. Az így hangzik. Van-e a világon sorsgyötörtebb nemzet a magyarnál? Erre válaszolni senki nem tudna, mindjárt, ha akarnál. Ez sokat szenvedett nép, még ma is töprengés kínlódik, amely olyan lesz ma holnap, mint egy száraz rózsafa, amely nem bimbózik. Kéne rózsafának egy hozzáértő mester, egy hírneves kertész, aki olyan legyen az emberek közt, mint templomban a lelkész, ki hirdet Istennek parancsait, hirdeti csodáit, de magyarságunk talán még nem ért el odáig. Miért nincs meg a maroknyi népben, ami létezik másban? Miért kell neki élni ánynom és megalázatottságban? Meddig bírja húzni a nyakába szoruló igát, miért lette nemzetül egy könnyező anya, mert siratja a fiát? A világon vajon hány millió ember szereti a piros-fehér zöldet? Hányan öntözik hulló könnyeikkel a szent anyaföldet? Hánynak jut eszébe naponta a szent szó, a magyarok istene? Hán tudna elmondani azt, szívem boldogsággal van tele. Miért nincs ki vigyázzon a tengerben, a parányi sebb vízre? Van-e olyan ember, aki a nemzeti színünkből szebb csokrot fűzne? Van-e még valakinek szebb, csodálatosabb és dicsőségesebb múltja? Gondolj csak arra, hogy honnan kelt először e szép nemzet útra. Annyi vitézés, hős, világhírű tudóst senki nem tart számon. Nemzetnek kell lennie annak, aki merni, hogy kiálljon. És mégsem akar segíteni Isten az eltűnő félbe levő magyarságon, legyen az anyaországi, határon kívüli, vagy túl az óceánon. Fog meg kezét, Uram, egy kisemizet meggyötört népnek, hogy a jövőnket általad láthassuk mindnyájan szépnek, és taníts meg arra, hogy távolból is szorítsuk ezét egymásnak, mindaddig, míg az utolsó magyarnak valahol egy sírt megásnak. Na hát ez volt a Fog meg kezét, Uram. Ezt az utolsó magyarnak valahol sír megásás, ezt nem kell megvárnunk. Hát nem kéne megvárni, de hát ez, ugye, persze én ezt arra felírtam így, hogy mindaddig, amíg ugye egy magyar lesz a földön, igen. Hogy addig... Hát ebből a sors irányból kell nekünk most minden hamarabb kitörnünk, hogy igen, megváltoztassuk igen. A nemzetünknek a jövőképét, mert hát biztos, hogy van lehetőség, csak hát egy valós nemzeti kormány kell hozzá. Hát mondjuk azt, hogy... Fölvállalja a nemzet érdekét, igen, és nem a mindenféle nagyhatalmatnak a csicskásával válik. Hát igen. Én szerintem én az Európai Uniót úgy képzelem, mint a katonaságot. Én vagyok 3. éves katona, te vagy 1 napos katona. Kitartom a cipőmet, és azt mondom, hogy pucold meg, és megpucolod. Ugye? Na hát az Unióban, és mikor lesz, mi a németben, vagy a francia, vagy bármelyik előtt. Egy szinten, ugye? Mert, hát szerintem, még ez is megvalósítható lenne, csak megint csak nemzeti kormány kell hozzá. Minden ugyanott lukadunk. Van egy ilyen, kedves doktor. Hát, így. Menjünk el kicsit a politikában. Ön, ugye egy olyan ember, aki már... De megkérem, ti szeretek előtt, doktor, nem szeretek politizálni. Nem is értek hozzá. Nem is szeretek. Politikában? Nem. Inkább még elmondunk egy-két verset. Na, az jó, akkor mondjon el. Elmondjuk, egy nagyon kedves hölgynek írtam Szabadkán a Csillagok című verset, mert azt mondta, hogy ő annyira szereti a csillagokat, szinte jobban, mint a családját, akkor
írjak neki a csillagokra. De mondom, maga honnan tudja, hogy én tudok verset írni? Hát azt mondja, onnan, hogy már a szomszédomnak írt. Hát ugye nem tudtam, hogy ő ketten szomszédnak. Na aztán megírtam a Csillagok című verset, és mikor elolvastam neki, úgy sírt. Jaj, Árpi bátyám, még egyszer tessék elolvasni. Na hát így hangzik. Sokszor csodálom az eget, rajta minden csillagot. Úgy érzem, néha én is közöttük vagyok, nem számít, hogy a csillagok kicsik vagy nagyok. A legfontosabb mindahány gyönyörűen ragyog. Gondolatban felszállok az est hajnalhoz, mert nekem egy csillag mindig megnyugváshoz. Ő jelenik meg leghamarabb fent a magaségen, talán azért is szeretem, azért kedves nékem. Későbben megjelennek az egészen az égen, kíváncsian tekintek fel, ne vegyék észre, hogy én őket nézem. De mindegyik közülük tetszelteti magát, én csak csodálom és bámulom a csillagok hadát. Vajon tudnának-e nekem valamit mesélni, vagy csak ragyogásukkal tudnak ők beszélni? Meg nem értő szavakkal jeleznek felém, mondjátok meg ti, meg legyen az enyém. Amott van egy parányi, alig látom képét, a földre alig tudja letűrni a fényét, de ő is nagyon kedves, mint kisgyerek a felnőttek között. Azért húzódott meg egy nagyobb csillag mögött. Közben rápillantok a göncöl szekére is néha. Nem mondja, hogy elpártoltam, lettem vele szemben léha. Ugyanezt teszem a fiastyúkkal is, éppen csak köszönök. Azzal maradunk el, holnap megint jövök. De nem tudom, meddig fog tartani a mindennapos vizit. Talán éppen addig, míg a koporsómat viszik, de ti akkor is ragyogjatok az eddigi szebben, meglátjátok a fejfámat, a koszorú szallaga, majd elétek lebben. Na hát ez volt a Csillagok című vers. Hát bátyám, mikor lehet majd megkapni ezeket a verseket? Hát tisztelt doktor úr, azon járok, hogy most minél hamarabb, hogy tudjam megjelentetni a nagy verses kötetemet. Hát, belekerül mind az 1000 vers? Hát nem. Nem doktor, mert arra pénzem nem lesz. Én szegény rendemben vagyok. Még a januári nyugdíjamat, úgy mondta a feleségem, nem adták ki, úgyhogy. És az is mennyi, nem mondok nagyot, de az is nagyon kevés. 24.000 forintnak megfelelő román pénz. Borzalom. Borzalom. Na de hát, mit mondjon az ember? Ez van, ezt kell szeretni. Hát ha azt mondod, hogy előbb nem akar politikával fogod, pedig hogy ezeken változtatni csak politikával lehet. Mert olyan hát, hazát kell teremteni, hogy megbecsüljék a... Hát kedves doktor, nálunk még az a jó, hogy ugye nálunk a Székelyföldön egy olyan 98%-ban magyarok élünk mind. Úgyhogy nálunk nem is tudok román a faluban. Hát van egy rendőr, azt hiszem, egy vagy kettő. Egy. De az is már... Jó beszél magyarul, úgyhogy. Nem. Mert de a szomszédomnak odajött, egy román rendőr is mondta, hogy bună ziua, karibász is, ugye az azt jelenti, hogy jó. Jó napot, igen, tudom. Az öreg nem tudta, hogy mit jelent, azt mondta, te vagy bună ziua. Ilyen nagy román szakos emberek vannak nálunk. Hát ugye ez Csavunnak volt a politikája, hogy abban az időben ugye a Székelyföldre hatalmas üzemnek egy gyárat csináltatott. Persze, hozzávitt a románokat oda. De hát ő ugye azzal a gondolattal építette ezeket a nagy gyárakat, hogy 90%-a román alkalmazott, és 10%-a magyar. Persze. Na de hát mindig fordítva sikerült, mert még 1%-a se lett román, hanem mind magyarok, ugye. Uh-huh. Na hát így akart elrománosítani a mi székelyföldünket. Nincs a román nemzetben, vagy itt a politikával van a baj. Mert a románok se lesz emberek. Nem. Például a moldóiak, ugye azok szeretik is a székely embereket, hát ugye nekünk testvér megyénk, hogy mondjam így, és ugye ott is sok azok a csángó emberek, ugye. És nincs baj. Hogyha az úton meg vagy állva az autóval, ott integethetsz a magyarnak, nem áll meg. De a román rögtön megáll. Rögtön megállhat, megkérdezik, mi a baj, mit segíthet, úgyhogy nincs volt baj velük. Vagy szállást adnak az embernek, ugye nem, ellenértékben nem kéne semmit. Szóval nincs baj. Maga itt a politikával van baj, mert eljött például egy szucsiávai román, és azt mondta, hogy nekik mindenki úgy mondja, minden vezető emberük, hogy vigyázzanak a székelyföldre, ne menjenek, mert a székelyek ilyen belekedők, olyan belekedők.
ilyen, szóval, hogy rossz emberek vagyunk. Szóval nekem mondta Román úr, hogy ez pontosan fordítva van. Sose gondoltam volna, hogy ilyen vendégszerető, nem tudsz ilyen, hogy így mondjam, ilyen segítőkész, vagy hogy milyen vendégfogadó a székelyemzet. Hát ugye Magyarországról is, akik járnak a székelyhez, mindenki csak, hogy így mondjam, jót tud mondani. Mert mi, hogyha látjuk, hogy egy kocsi magyar rendszámú autó meg van állva, már az idő este fele van, nézkelődik jobbra-balra, tudjuk, szállás keres. Annyian hívjuk, azt se tudja kiérteni. Na, itt próbáld meg. Itt de ezt aláírom, ezt én is megértem, nem is egyszer. Szóval nálunk más az embereknek a szívfelépítése is, mert például nálunk rendszerváltáskor a református templomnak van egy kis dombja, oda megállottunk, sütötték a feleségeink a kürtőskalácsot, mi pedig a pálinkás üveggel járkáltunk. Ugye minden magyar rendszámú autót megállítottunk, és mindenkit megkínáltunk. Na, itt jöhet Erdélybe, mert... De nem, kedves emberek, mert megmondják legalább, hogy abba a vendéglőbe kell menni, mert ott finomat lehet kajálni. Hát engem ne küldjön a vendéglőbe, hanem hívjon meg, és ültessen asztal mellé. Nem mondok semmit, de volt rá eset, hogy megígértem valakinek, hogy két kis verses füzet, amikor megjelenik, személyesen oda viszem. Oda is vittem, neve nincs, hogy kinek. És kinéz a kapun, megismer, azt mondja, azt bevártam, rosszkor jött, mert ebédelünk. Hát mondom, semmi gond, mikor jöjjek vissza. Hát azt mondja, jön egy fél óra múlva. Melyek jó 20 perc múlva, csörgetek a kapuján. Azt mondja, a szomszédja, ne csörgessem. Vagy maga elment, ők is elmentek itthonról. Szóval nem általánosítja az ember a dolgot, de sajnos. Régiségkereskedés volt nálam 23 napig. Utána ezelőtt 10 évvel keresett 4,5 millió forintot, jó pénz volt, most is az. De ezelőtt 10 évvel még nagyobb értéke volt. Tavaly előtt kijövök a fiammal, Békés Csabán leszállunk, hát mondjam, gyere nézzük, látogassuk meg az illetőt, nem, nevét nem mondom. Hát, 12 fok hideg volt, Békés Csabán, nyitott ablakon keresztül beszélgettünk. Egyszer azt mondja, hogy behívna a házba, csak a gyerekei fertőző betegségbe szenvednek, és nem akarja, hogy ránk ragadjon. Hát mondom, semmi gond. Van, ahol menjünk. Nem volt. Csak ugye a székely büszkeség nem engedte, hogy mondjuk azt a hát, így hát. Azt mondja nekem a végén, hogy arra kér, hogy mire megint Tórára jön, szerezzek festett parasztbútrot neki. Aztán erre felfutott a cukrom, mondom, aki hallgass ide. Ha a fejedet be nem húzod, mind a két szemedet kiszúrom. Pedig én életemben még egy legyet nem ütöttem meg. Hát ezt élem mi az ember. És utána keresett annyi pénzt, és egy jeli szállást nem adott. Szóval mindegy. Minden Erdélyben van szárazva, de itt elég kevés az ölcsfak, már elnézést kérlek. Árpád bátyám, ígéretet szeretnék önök kérni, hogyha megjelenik ez a kötet, verses kötet. Igen. Akkor eljön ide a stúdióba, jó. Bemutatjuk ezt a kötetet, igen, jó? Egy pár nagyon szép verset belőle felolvas. Igen, jó. És akkor utána elmondjuk a nézőknek, hogy hol lehet ezt a könyvet megvásárolni. Jó, jó lesz akkor. Jó? Hát, ígérem. Ugye, ahogy mára megígértem, hogy ide fogok jönni, hogy én ígéretlenek elegetettem, aztán ha kezdet megjelenik, akkor annak az ígéretnek is eleget fogok tenni. Na, hát így kezdet. És mikor a várható az, úgy körülbelül? Hát körülbelül hónap. Végére, jövő hónap elejére. Na most, akkor nincs messze. Igen, nincs messze. Az a gond, doktor úr, hogy ugye minden pénzbe kerül, és várják, hogy én is vigyem, egybe vigyem a... Én ezt értem, és körülbelül mennyi kötetet tudod most megoldani, hogy kinyomtassanak? Hát olyan 2000 példán lesz, de elég sokba kerül, doktor, mert ugye lesznek versek, ahol ilyen fényképes illusztrációk is lesznek a verssel kapcsolatosan. Igen, igen, igen. És akkor, na, hát magyar pénzben egy olyan 450 ezer forintban fog kerülni. Úgyhogy hát úgy kell megszervezni, hogy egy 3-4-szeresen jöjjön be belőle. Hát, doktor, meglátjuk. Hát azért kéne... Én inkább tetszik tudni, én annak örvendek, hogyha a lányomnak az úgymond utókívánságát tudom teljesíteni. Igen. Gondolom, a jóság tudta arra adja, hogy elegetettem. Aztán azután
van, vagy az időm is ott van, hogyha az ember meg is alakul legalább. Hány éves most az van? 70 éves vagyok. Hát azért még egy 20 év benne van, hogy ó, hogy na doktor, hát már büntetés, én beteges ember. Egészséges, nem? De beteges ember vagyok, én voltam, négyszer voltam ilyen, hogy mondjam, ilyen angina pectorál, ilyen, ilyen szív. Úgy nem élem én azt meg, de hát, na, addig élünk, ameddig az Isten életet ad az embernek. És na, addig szeretném, hogyha ez a kezdet, hogy ilyen napvilágot látna, akkor. Na, mert vannak nekem jó ismerőseim, még Ausztriában is van, a Báró Stifsics Károly, meg a Stifsics Ágnes, meg doktor Szendei Béláni Ágnes hölgy. Uh-huh. Na, hogy én mondjam, ők is ugye egy pár euróval megsegítettek, és akkor na, gondolom, hogy aztán jön a dolog. Remélem. Átmar bácsi kedves, köszönöm szépen, hogy meglátogatott minket a stúdióba. Hát kérem szépen, én is köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretettel várunk mindenkit a Székelyföldre, tessenek jönni. Torja községében, csak annyit kell kérdezni, Vénárpi, hol lakik mindenki, mert legyenek kedves vendégeim. Hogyha este jönnek, a kapu bal sarkán van egy oszlop, amit mi ugye a Székelyesen úgy mondjuk meg, hogy van egy sas, és arra van egy ilyen hosszú szeg ütve, arra a kapukulcsa föl van akasztva. Nem azért zárom be a kaput, hogy éjjel ne jöjjenek, hanem azért, hogy a szél így lebegteti, mert van egy kis luftja a kapunak. Mm, kopog. És akkor kopog, és akkor idegesít. Így ha bezárom, nincs luftja. De a kulcsot van. De a kulcsot van. Úgyhogy kacagja mindenki, akinek mondom, hogy kérdezik, hogy még a kulcsot van a helyén. Hát látom, ez most ebben a Csonka Magyarország területén nem nagyon lehetne megoldani. Ja. Olyan idők járják, hogy az ember... Elmentem Brassóba, jövök haza, nyitom az ajtót, nem nyílik. Mondom a feleségemnek, te Juli, az ajtó megint beblokált, mondom, nem tudjuk kinyitani. Hát azért nem tudtuk kinyitani, be se zártuk. Az ajtó, hogy három napig ugye Brassóba voltunk, de oda nem nyált senki. Úgy szoktuk, hogy a lábsúlót, a lábtörlőt neki támasztjuk az ajtónak, uh-huh. De úgy volt, ahogy hagytuk, úgyhogy. Nálunk még nem hívott a lopás, lehet később az lesz, mert ugye ez ilyen... Ez ilyen, mint a rossz betegség, hogy ragad az ember körbe. Még mi nem nézzük azt, hogy alig várom a szomszéd elmenni, ahogy. Szóval mi még. Talán nem is kellene tippet mondani, mert meghallgatják azok az emberek, akik ebből élnek, hogy lopják és idősebb embereket, rabolják ki, meg is gyilkolják, de hogy még ezt bejusson oda. Oda nem, oda hiába jönnek. A székely embernek, hál' Istennek, jó ember, ismerő, nemzet a székely. Uh-huh. Úgyhogy csak látni, és aki ilyen sunyi néz így az ember, és így tetszik tudni már a nézésén, látszik, hogy alig várom, hogy. Uh-huh. Azt általában ki szoktuk szűrni, és annak nem, hogy ő, hanem például nálunk, ha valakit megfognak, hogy rak, vagy nem, a faluból is el kell menni. Igen. Nagyon helyes. El kell menni a faluból, hát ott nem ülünk. Ezt is itt is be kéne vezetni. Ha? Szóval, na, nálunk még nem divat, lehet később az. Jó szokás ez, hogy faluból el kell menni erről az orosz embereknek. Hát igen, mert... Helyes. Nem. Szóval maga a nép törvényt szab magának. Uh-huh. Ez ember, hogy a kocsmába bemegyek. Hogy tudják ezt kikényszeríteni, hogy valaki elmenjen a faluból, aki ott... Elmegyen magától. Igen. Ha? Igen, mert ugye bemegy a kocsmába, és akkor azt mondja, hát te loptál. És ugye már egy decipálinkát megiszik kettőt az ember, és akkor, ahogy mondjuk a Székesen a papájába vág olyant, hogy püstöl. Úgyhogy mi igazságot teszünk magunk között. Nagyon helyes. Hát, ennek ez a rendje. Nem úgy, mint itt Magyarországon, a méltóságos rabló úrnak eltakartjuk a méltóságos rabló pofáját, hogy nehogy valaki megismerje. Nálunk ki van téve, a fényképje, hogy ettől kell tartani. Itt is azt kérdezik. De ez lenne a normális. Hát miért, milyen dolog az, hogy a méltóságos rablónak eltakarjuk a szemét, hogy ne lássa. Hát miért ne lássa? Sérti az emberi jogait. Ó, emberi jog. Ő nem sérti az emberi jogot, avahogy... Hát ez kifordít, hogy világba élünk itt a Árpád bátyja. Hát valaki megöl, három ember elítélik 6 évre felfüggesztése. Hát nem ilyen törvény. Ne haragudjon meg, nem törvény. Hát az, hogy Magyarországon nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás. Semmi köze nincs az igazsághoz. A törvényt ezelőtt is a szegény embernek írtak, mert a gazdag helyben intézkedik.
Igen. Ugye, annak nincs törvény, csinálhatom, amit akar. Szóval mindegy, jó, hogy így van, nincs háború. Na, hát én akkor a nézők nevében is köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretettel várom mindenkit. A Székelyföldre tessenek jönni. Meglátják. Köszönöm szépen, Árpád bátyám. A Isten áldja meg, jó egészséget kívánok mindenkinek.